Kós Károly munkásságának jelentős részét alkotja a templom építészete. Mint a kolozsvári református egyházkerület presbitériumának tagja, az egyház számára templomokat, lelkész lakásokat tervezett. Közülük nem egy úgynevezett ideál tervnek készült. Nem volt olyan sarka Kalotaszegnek, ahol meg ne fordult volna. Kőrös fő számára igen kedves település volt. A karcsú, négy fiatornyos, fatornácos kőrösfői templom a falu feletti dombtetőre épült. A korabeli építkezési szokásoknak megfelelően nyugat-keleti tájolású, keleti oldalon elhelyezkedő szentéllyel. Ez a település a Nagyvárad-Kolozsvár harci útvonal közepén fekszik, ami azt jelentette, hogy általában a bejövő hadak jó kedvükből, a kimenő hadak pedig rossz kedvükből is, ha még az erejükből erre futotta, rongálás végeztek a falun. Hogyha az emberi életben nem esett kár, akkor a falut elég könnyű volt újjáépíteni, hisz a falu területén található két kőfejtő bánya, a padlózat kövei, a templom falai természetesen, és kinn a kőkerítés is ezekből a bányákból származó kövekből lett építve, és nyilván, hogy a házakat is ugyanilyen építési módszerrel is ezekből a kövekből építették. A falu lakossága nem volt egy számottevő, a kutatások szerint Jobbágy falu volt, és a gyalói kastélyhoz tartoztak. A középkori templom a 17. századi tatár-török dúlások során megsemmisült, majd később az 1690-es években építették újjá. A körösfejeknek 1590-ben lett erejük újjáépíteni a templomot. A háta mögött lévő templom részről beszélünk, nagyjából ezeken az alapokon nyugodott, és annyit tudunk, hogy a kazettás rendszer szintén jellemezte ezt a templomot, tehát található volt benne. A gyalogból származó Asztalos János készítette ezeket a kazettákat, és a háta mögött lévő karzaton az első öt tábla, a karzat feljárati táblái és a karzat alatt lévő táblák, hát 1591 és 1594 között lettek festve. Miért mondom, hogy csak ennyi tábla maradt? Azért, mert 1763. június 11-én Kolozs vármegyét egy hatalmas földrengés rázta meg. Itt Körösfön a templomon nem végzett a nagy rongálásokat ez a földrengés, viszont egy hatalmas vihar a munkát annyira befejezte, hogy a templomban életveszélyes lett énekelni, tehát egyszerűen bejönni. Ezért 1764-ben lebontják az 1590-es templomot, és újjáépítik.